A szabadkai határban jól termett a tengeri. A gazdák most tárolják az idei termést, szinte mondani sem kell, hogy elővigyázatosak. Erre a tavalyi aflatoxin botrán késztette őket. Az idei kukoricák a tavalyi képest arany, azt lehet mondani. Nem 100%-os a termés. Már abból a szempontból mondom azt, hogy így a ilyen aflatoxint én ebbe itt egy-két csőhet tanáltunk, ami esetleg penészes. A tavalyi képest ezt azt lehet mondani, hogy 100%-os rendben van. Nem beszélhetünk arról, hogy idén jelen lenne az aflatoxin a kukoricában, jelenlétét csak elenyésző mennyiségben regisztráltuk, mondja Damir Varga, a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat vezetője. Varga arra figyelmeztet, hogy vigyázni kellene, hogy túl magas nedvességtartalmú kukorica kerülő raktározása, ezért azt ajánlja, hogy a csöves nedvességtartalma 14% alatt legyen. Hozzátette, ez a mennyiség akár 25% is lehet, amennyiben a kukoricát hagyományos górékban tárolják. Már most azt mondhatjuk, hogy idén nem lesz botrány. Hát nem kellene. Ez ha botrány lesz, akkor ez már lobbizás, akkor szerintem. A múlt évi rossz tapasztalatokból okulva az északbácskai kukoricatermesztők mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvédjék az idei termést. Eladni sem fogják ebben a pillanatban, mert elégedetlenek a kínált felvásárlási árral. Már most vannak olyanok, akik azt mondják, ha ilyen alacsony marad a kukorica ára, akkor inkább fűtenek majd bele.